Az epilepszia egy olyan komplex agyi rendellenesség, melynek részletei sokak számára még mindig homályosak. Ahhoz, hogy jobban megértsük ezt a betegséget és a vele járó kihívásokat, dr. Orbán Kis Károly neurológussal, egyetemi docenssel beszélgetünk itt a rendelőben. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta. Szeretettel köszöntöm tehát doktor úr nálunk itt a sárga kanapén a rendelőben. Jó napot kívánok, én is szeretettel üdvözlöm a nézőket. Kezdjük talán azzal, hogy hogyan határozná meg ön az epilepsziát, milyen típusú betegségről beszélünk? Azt hiszem, azt a legfontosabb megérteni, hogy az epilepszia tulajdonképpen az idegrendszernek egy krónikus kórképe, amelyben az idegsejteknek ilyen hirtelen és időszakosan megjelenő, de átmeneti, rövid ideig tartó, túlzott elektromos működése alakul ki, és amikor ez a túlzott elektromos működés létrejön, ez a fokozott inérlékenység kialakul, akkor jönnek létre tulajdonképpen a görcsrohamok. Mi okozhatja az epilepsziát? Mondhatunk ilyet? Én lehet onnan kezdeném, hogy görcsrohamot igazából nagyon sok minden okozhat. Okozhatja az alkohol megvonása, gyógyszerek megvonása, az agy sérülései, fejlődési rendellenesség, az agy fertőző betegségei, térfoglaló folyamatai, tehát daganatok. De epilepsziáról igazából akkor beszélünk, amikor kiváltó tényezők hiányában is két egymást követő rohama van egy betegnek. Milyen szerepet játszanak a genetikai tényezők a betegség kialakulásában? Valóban léteznek olyan epilepszia formák, amelyeknek a hátterében valamilyen génhiba, sőt gyakrabban több különböző génhiba társulása, tehát létezik családi halmozódást mutató örökletes formája is az epilepsziának. Nagyon sok esetben ezt a genetikai hátteret ugyan nem tudjuk kimutatni, de az esetek egy részében azért jelen lehet. Említette ön a görcsöt, tehát milyen típusú görcsrohamokat lehet tapasztalni epilepszia esetén, ami kimondottan erre enged következtetni? Hát amiatt, hogy az agy túlzott elektromos működéséről beszélünk, annak függvényében, hogy az agy melyik területét érinti ez a túlzott működés, sokféle roham alakulhat ki. Talán a legismertebb az, amit nagy rohamnak szoktak nevezni orvosi nyelvezetben, grand mal roham, amely szintén kezdődhet egy ilyen körülírt agyi terület elektromos zavaraként, de aztán ez tovább terjed, és ennek megfelelő módon a tünetek, amik jellemzők szoktak lenni, eleinte egy körülírt területet érintenek, például valamelyik végtag, a kéz ujjainak rángása jelentkezhet, de aztán ez tovább terjed, és megjelenik az eszméletvesztés, a négy végtag tónusos, klónusos, nevezzük rángása, vagy görcsös rángása. Ehhez társulhat nyálfolyás, vizeletvesztés, nyelvharapás, akár légzési nehézség is. Ez egy ilyen tipikus roham, amely egy-két-három percnél többet nem szokott tartani, magától is meg kell szűnjön. Ugyanakkor az elektromos zavar, ez érintheti az agynak csak egy kis területét is, nevezzük ezt gócnak, és akkor csak ennek a kis gócnak megfelelő tüneteket fogjuk látni. Most az agy bármely területét érintheti, ezért a tünetek nagyon változatosak lehetnek ilyenkor. Ez lehet megnyilvánulhat nagyon egyszerű dolgokban, a betege kicsit elbambul, elréved a tekintet, egy megkezdett mozgása, megreked, de jelentkezhet valamilyen körülírt területnek a rángása, például szemhéj vagy az ujjak. Ismétlődő automatikus gesztusok, mint csámcsogás jelentkezhet, de lehet fejfájás, látászavarok, halucinációk, pszichés megnyilvánulás, sorolhatnánk szinte a végtelenség, az agy bármely területét érintheti egy ilyen kócos elektromos zavar. Kihez kell ilyenkor fordulni, és hogyan történik a diagnosztizálás? Mindenképpen orvosi segítséget kell kérni, és a görcsrohamok, illetőleg epilepszia diagnosztizálása az a neurológusok feladata szokott lenni, mivel mint említettem, nagyon sok minden okozhat görcsrohamot, ezért a kivizsgálás elég komplex, magába foglalja a beteggel való beszélgetést, egy helyes kórelőzmény felvételét, a fizikális vizsgálatot, neurológiai vizsgálatot, és gyakran képalkotó eljárásokra is szükség lehet, de a diagnosztika alapját azt mindenképpen a rohamok megfigyelése és az úgynevezett elektroenkefalográfiás vizsgálat vagy EEG vizsgálat képezi. Ez egy olyan
vizsgálat, amelynek segítségével feltérképezzük az agy elektromos tevékenységét, és megpróbáljuk megtalálni, hogy hol van az a terület, ahol ezek a már említett kóros kisülések jelentkeznek. Most megkérdezném azt is, hogy összetéveszthetők ezek a tünetek, tehát azért van mindenképp szükség arra, hogy ezek a vizsgálatok megtörténjenek, mert hogy lehet, esetleg utalhat más betegségre is egy ilyen hasonló tünet? Valóban, mint ahogy említettem is, nagyon sok betegség állhat a hátterében, és különösen akkor, amikor csak egy kis gócnak a kisülései vannak, szinte bármilyen betegséget utánozhat. Milyen kezelési lehetőségek vannak az epilepszia esetében? Én azt hiszem, hogy először egy pár szót arról kellene szólnom, hogy a laikusok hogyan kellene ellássanak egy görcsrohamot. Azt tudni kell, hogy egy elkezdődött görcsrohamot megállítani egy laikus nem fog tudni, nem is érdemes ezzel próbálkozni. Az a legfontosabb, hogy ne essen pánikba, őrizze meg lélek jelenlétét, ne próbálja a beteget lefogni, soha nem nyúlunk a szájába, és nem is dugunk semmit a szájába. Amit viszont fontos, hogy megtegyünk, hogy óvjuk a testi épségét, próbáljuk eltávolítani különösen a feje mellől azokat a kemény tárgyakat, amiben ha beüti a fejét, akkor sérülést okozhat magába, illetőleg akár a lábunkat is a feje alá helyezhetjük, és ezáltal megakadályozhatjuk azt, hogy a kemény padlózatba üsse a fejét. Ami magát az orvosi kezelést illeti, a gyógyszeres kezeléssel az epilepsziás esetek 70-75%-ában a görcsrohamok jól kontrollálhatóak. Néha egyetlen gyógyszerre van szükség, néha több gyógyszer kombinációjára. Ezeket a gyógyszereket antiepileptikumoknak nevezzük, bár jobb lenne talán antikonvulzív szereknek nevezni, mert hogy a görcsrohamoknak a sűrűségét csökkentik, ideális esetben akár megszűnésig is. És talán egy szót arról is érdemes szólni, hogy abban az esetben, amikor az epilepszia nem reagál ezekre a gyógyszeres kezelésekre, de egy jól külírható gócot találunk az agyba, akkor meg lehet próbálni ennek a gócnak az idegsebészeti eltávolítását. Történt egyébként az utóbbi időben előrelépés így az orvosi ellátás terén? Epilepszia esetében? Én úgy gondolom, hogy folyamatosan van fejlődés, gyógyszer technológia, hogy fejlődik, újabb gyógyszereket fejlesztenek. Az elmúlt években is több olyan új gyógyszer jelent meg, amelytől azt reméljük, hogy a mostanáig rezisztensnek tekintett epilepszia formákban a görcsrohamokat jobban tudjuk kontrollálni. Milyen szövődményekkel járhat az epilepszia, illetve ezeket hogyan kellene kezelni, vagy lehet-e kezelni? Hát azt hiszem, a legfontosabb szövődmények azok a balesetek, sérülések, amikor a betegnek görcsrohama van, akkor elesik, odaütheti a fejét, eltörheti valamelyik csontját. Értelemszerűen ezeket megelőzni kellene, ahogy azt leírtam. Ha valakinek gyakran vannak görcsrohamai, akkor sajnos a kognitív funkció károsodhat, tanulási zavarok, pszichés megnyilvánulások társulhatnak. Ebben az esetben a teendő az a rohamok sűrűségének a csökkentése lenne. Milyen tanácsokat adna az epilepsziával élők számára így a mindennapokban? Én úgy gondolom, hogy a mindennapi életét egy embernek minden betegség befolyásolja, így az epilepszia is. Egy epilepsziás betegnek oda kell figyelni az életmódjára, például az alvás hiánya az nagyon erősen provokálja a rohamokat. Ugye ki kell hagyni alkoholt és minden olyan ételt és italt, amely az idegrendszer ingerlékenységét fokozza, csokoládé, kávé, kóla, tehát az életmódra nagyon oda kell figyelni. Sajnos az epilepsziát mai napig követi egy stigma. Én azt szeretném elmondani, hogy hogy a betegek és hozzátartozók, és mindenki tulajdonképpen próbálja megérteni, az epilepszia ugyanolyan betegség, mint bármely másik, hogyha egy magas vérnyomásos betegnek adunk gyógyszert, és azt mondjuk neki, hogy figyeljen az életmódjára, ugyanezt tudjuk elmondani egy epilepsziás betegnek is, ahhoz, hogy a görcsrohamokat kontrollálni tudjuk, ahhoz gyógyszereket kell szedni, és oda kell figyelni az életmódra, és hogyha ezt megteszik a betegek, akkor kevesebb rohamjuk van, ideálisan megszűnnek a roham, és akkor sokkal jobb életminőséggel fognak rendelkezni. A megfelelő ellátáshoz, a betegek megfelelő életszínvonalához szükséges a megfelelő ellátás, és azt hiszem, hogy jó hírekről tud nekünk beszámolni, hogy milyen fejlesztések várhatók a jövőben itt Erdélyben, vagy van-e már előrelépés esetleg? Hát egyrészt
Az epilepszi ugye egy sokarcú betegség, nagyon sok minden lehet a hátterében, éppen ezért folyamatosan folynak kutatások a mechanizmusok kiderítése érdekében. Ilyen jellegű kísérletes klinikai kutatások az Orvosi Egyetem keretén belül is folynak, munkacsoportunk is foglalkozik vele, illetőleg a kérdés második felére, hogy válaszoljak, gyakorlatilag egy hete sikerült felavatni Marosvásárhelyen a 2. számú neurológiai klinikán egy új EEG diagnosztikai laboratóriumot. Ez egy olyan epilepszia telemedicina hub része, amelyben már Csíkszeredában, Nagyváradon, Kolozsváron levő központok is vannak, ezek a központok egymással össze vannak kapcsolva, sőt, külföldi és hazai egyetemi központokkal is össze vannak kapcsolva, így a kollégák közötti eszmecsere sokkal könnyebbé vált, és ezáltal természetesen úgy a diagnózisban, mint az ideális kezelés beállításában reményeink szerint előrelépések lesznek. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, a sok hasznos információt, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta.